Ez én vagyok a családommal 1927-ben. Nagyon vallásosak voltunk, haszidok. Apámnak egy kis boltja volt a házunkban, amiben mindenfélét lehetett kapni. Mukacevóban laktunk, ahogy a csehek hívták, magyarul Munkács. Ez a város 70 év alatt 5 országhoz is tartozott. De amikor én gyerek voltam, akkor Munkács elsősorban zsidó város volt. Utcán sokan beszéltek jidisül. És magyarul. Egy fagylaltot kérek. És csehül. És héberül. Amikor gyerek voltam, a napot a héderben kezdtem. Ide jártak a vallásos szülők fiúgyerekei. Fél héttől fél kilencig imádkoztunk és tanultunk. Aztán átrohantunk a csehelemibe, ahol néha pont az ellenkezőjét mondták annak, mint amit reggel tanultunk a héderben. Én vagyok a cseh osztályban. Én az alsó sorban jobbról az első vagyok. Ez a rabbink, Haim Spira. Nagy haszid volt, és mindenfelől jöttek őt meghallgatni. Ez meg itt a Belzi Rebbe, ahogy jön ki a zsinagógájából. A két rabbi követői sokszor összeverekednek. Ma már nehéz ezt elképzelni, de tényleg volt ilyen is. Spira rabbi 1937-ben halt meg. Az egész város be volt vonva feketével, még a nem zsidók is feketébe öltöztek, és mindenhol síró embereket lehetett látni. Háborúban apámat és anyámat Auschwitzba vitték, és elgázosították. De a testvéreim túlélték a borzalmakat. Én munkaszolgálatos voltam, és egy dolog tartott életben az, hogy a barátnőmre, Tildára gondoltam. Ez én vagyok Tildával 1943-ban. Munkaszolgálat alatt végig azon rágódtam, hogy vajon Tilda visszajön-e Auschwitzból. Visszajött, és 1946-ban összeházasodtunk. Egyszerű polgári esküvőnk volt, mert akkor már nem voltunk vallásosak. Úgy neveltük a két fiunkat, hogy tudtak a zsidóságról, de a Szovjetunióban éltünk, és így semmi kapcsolatunk nem volt a vallással. De aztán jött 1991, és minden megváltozott. Mostanában már nem csak, hogy újra részt veszek az Isten tiszteleten, de segítek is a templomban. Az unokám Izraelben van, és a fiam a hitközségen dolgozik. Tilda és én voltunk Izraelben is, életünkben először. Tanultam az életben, hogy minden változik, és bár már 80 vagyok, az unokámmal e-mailen tartjuk a kapcsolatot, de azt azért nem hiszem, hogy nagy blogger lenne majd belőlem.